Azt mondanám, hogy a 90%-a cserkész munka volt. Részt vettem még a Munkácsi Magyar Közösség életében és templomi énekkar és egyéb grafikai feladatok részében, de nagyrészt a munkámat a heti őrsi foglalkozásoknak a jelenlévő vagy nem jelenlévő vezetőkkel való együttes lefolytatása volt. A különböző projektekbe kapcsolódtam be, mint például a Cserkésznapnak a szervezése, vagy a Kárpátaljai Ökumenikus Ifjúsági Találkozó, amelyet szintén a Cserkész Szövetség hívott újra életre. Munkácson rendszeres ökumenikus imaórát tartottunk a Cserkészházban, tehát így a cserkészetnek a lelki vonatkozásait is próbáltuk éltetni, illetve készültünk a nyári táborra, tehát folyamatosan csomókat ismételtünk, akkor tábori praktikákat tanultunk a gyerekekkel. Az elméletből miket tanultak a gyerekek? Milyen elméleti tudást kaptak? Mivel másodiktól 11. osztályosig, illetve még a fölött is különböző korosztályokkal foglalkoztam, ezért ez korosztályfüggő volt. Kisebbeknél nyilván nagyobb hangsúlyt kaptak a cserkész játékok, amiben bele volt téve a megfelelő módszertan. Nagy elméleti dolgokat mondjak, ugye a rovásírásnak, a magyar népi kultúrának inkább gyakorlat. Tehát a rovásírás ismerete, a magyar történelmi eseményeknek a felelevenítése, népi játékoknak a megtanulása, ilyenek voltak leginkább, amik illetve az erdei léthez szükséges gyakorlati ismeretek. Ezek a nagy rendezvények, cserkész nagy rendezvények, abban nagy szerepet volt? Szervezőként, vagy oktató, előadóként? A cserkésznap kapcsán hangzott el, ez egy vándor rendezvény, mindig másik cserkész csapat csinálja minden évben, és idén nagyon rezgett a léc, hogy meg tudják-e szervezni, és elhangzott, hogy ha ez a két Petőfi ösztöndíjas, aki Munkácson sok időt eltölt, nincsen, akkor idén lehet, hogy el is maradt volna ez a cserkésznap. Úgyhogy nagyon örültek a közös munkánknak. Én ott kvázi főszervezőként szerveztem ezt a programot, de volt több program, amiben társ főszervezőként vagy főszervezőként folyhattam bele, a nagy vezető hiány miatt elsősorban. Személyesen mit adott ez a 90? Nagyon nehéz, nagyon szép 9 hónap volt. Talán megtanultam azt, hogy sokszor nem is tudatosan a mindennapok találkozásaiból azt, hogy hogyan lehet kilátástalan helyzetben is akarattal túlélni. Tehát amikor sokan elvándorolnak Kárpátaljáról, találkoztam olyan emberekkel, akik igenis ott képzelik el a jövőjüket is. És ők, rájuk próbáltam figyelni, és tőlük tanultam azt meg, hogy ha igenis az embernek fontos az, hogy a gyökerei honnan vannak, és szeretne ott maradni, és tesz ezért, akkor lehet ezért tenni, és helyben van lehetőség, van jövője az embereknek.